nincsen kisebb meg nagyobb trauma. A trauma az egy élmény, és azon múlik, hogy mondjuk a traumatizált személy ezt ugyan éli meg. Inkább többféle módja van a megélésnek is, tehát a traumatizált esemény hatására lehet mindenféle tüneti szinten megjelenhet, nem maga a trauma, hanem ettől lehet valaki mondjuk pánikbeteg, fóbiás vagy depressziós, tehát a feldolgozatlan traumák hatására, hanem inkább az, hogy a trauma keletkezése lehet többféle, mert hozhatunk traumákat transgenerációsan, tehát az őseink traumáit, például egy kitaszítottság, mondjuk egy kitaszított nagyszülő, az okozhat akár még az unokák viselkedésében is, ha ez nem volt földolgozva a családba, vagy titok volt, akkor ez a leszármazottak viselkedésében is okozhat problémákat. Ezen túl lehetnek ugye napi traumák, tehát a halálesetek, a nem egészen szépen zajló válások, a bántalmazások, az agressziónak bármilyen formája, ami megjelenik, amikor a másik ember kiszolgáltatott az agresszióval, és van egy harmadik típusa is egyébként a traumáknak, a korai traumák, ami a korai szülőgyerek kapcsolatból inkább ilyen hiányok formájában jelenik meg. Tehát, hogy amikor az anya nem tudott elég szeretetet adni, nem tudott elég gondozást, akkor ez a fajta viselkedésmód, vagy ez a fajta élmény, tehát az, hogy nem szeretnek, nem vagyok szerethető, ez végigvonulhat az egész életen, és ez akár párkapcsolati problémákat okozhat. Ezekkel a típusú traumákkal az a probléma, hogy ez soha nem tudatos. Tehát ez úgy jelenik meg a párkapcsolatban, hogy engem nem szeretnek rendesen, és közben mögötte pedig egy korai, tehát még a verbalitás előtti, tehát ilyen 0-1 éves kor körüli érzelmi hiányok, deficitek lapulnak meg.